Az Országos Közegészségügyi Intézet térképén jól látszik, hogy ma főleg a keleti megyékben volt nagyon magas a pollenterhelés, holnap inkább a déli megyék lesznek érintettek, péntekre viszont szinte az egész ország piros jelzést kapott. Ezekre a területekre másodfokú riasztást adtak ki. Ilyen esetekben az allergiásoknak fokozottan kell figyelni a megfelelő gyógykezelésre, annak hiányában ugyanis számolni kell a tünetek megjelenésére. A parlagfű pontosan olyan allergiás tüneteket produkál, mint az összes többi pollenallergia. Leggyakoribb az orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokviszketés. Nem gyakori, viszont előforduló tünet a köhögés, főleg a hajnali éjszakai órákban jelentkező köhögés, illetve a későbbi súlyosabb tünetek a fulladás. Az első lépés az allergiásoknak, hogy figyeljék a pollen naptárt, és virágzás előtt 2 héttel kezdjék meg a terápiás megelőzést. Ehhez természetesen kezelő orvos tanácsait is kérni kell. Ha már elindult a pollen szórás, akkor is érdemes odafigyelni néhány dologra, amivel mérsékelhetőek az allergiás tünetek. Ilyen például a napi szinten történő hajmosás, hiszen a haj az egyik fő pollenraktár, szemcsék ezrei tapadhatnak meg rajta. A hétköznapi tanácsok. Hát ebben a parlagfű szezonban ne menjünk ki a parlagfűvel dús mezőkre, rétekre. Nem mossunk minden nap hajat. A szakállas bajszos férfiak mossák gyakran, vagy akár erre a szezonra vágassák le a szakálukat. Ne teregessük ki az ágynemünket, ugyanis a nap folyamán rálakulik a parlagfű pollen, éjszaka ez irritálja a beteget. Zárt ablakok mellett aludjunk, bármennyire meleg is van, ugye, mert hajnalban, ahogy hűl le a levegő, benyomja a pollent a szobába. Ezeket a tanácsokat tudnám adni, ami talán enyhíteni a tüneteken. A parlagfűvet mindenkinek írtani kellene a saját területén. Aki ezt elmulasztja, akár 5 millió forintos bírságra is számíthat. A lakosság is segíthet a felderítésben. Aki parlagfűvel szennyezett területet talál, azt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnál jelentheti.